szeretettel köszöntök mindenkit. Párválasztás pszichológiája. Hogyan válasszunk hozzánk illő párt? És hogyha csak a címnek az első részét vennénk alapul, akkor azt mutatnám be, hogy mint egy ilyen dokumentumfilm-szerűen, hogy az emberek általában hogyan választanak párt. De ezeken az előadásokon nem ez a cél, hogy bemutassuk, hogy milyen módszerek, meg milyen stratégiái vannak az embernek, hanem ennél sokkal a gyakorlat szintjére jobban lehozzuk a különböző nagy létkérdéseket és életkérdéseket. És hát nyilván teljesen nem tudom és nem is akarom kikerülni, hogy belemenjek ezekbe, de ugyanakkor nem akarok abba a hibába sem esni, hogy valami izzadság szagúval megpróbálok valami újat kipréselni ebből a témából, ugyanis nem nagyon lehet. Tehát ebben a témában óriási szakirodalma van, rengeteg információ érhető el, mégis a gyakorlati életünk az alapja annak, illetve a gyakorlati életben elkövetett hibák adják ennek az egész témának a létjogosultságát, hogy újra és újra és újra át kell beszélnünk, vagy egyáltalán beszélgetnünk kell erről, hogy hogyan is lehet ezt az egész párválasztást jól csinálni, hogy minél kevesebb szenvedést okozzunk saját magunknak is, meg más embereknek is. Egy-két alapelvről szeretnék beszélni, ugyanis a legelső sorozat, amikor elkezdtük ezt a sorozatot, ott két témában és két előadásban is foglalkoztunk azzal, hogy milyen gyakorlati lépései vannak ennek, hogy mire figyeljünk oda erre, majd vissza-vissza fogok utalni, de most ebben az előadásban nem szeretném újra elismételni ezeket, de előkerültek az én látóterembe, és kerültek olyan szempontok, amit mindenképpen szeretnék veletek megosztani ezen az alkalmon. Egy-két alapelvről, egy-két alappillérről szeretnék közösen gondolkozni, és rögtön ott kezdeném, hogy az önismeretnek milyen óriási jelentősége van ebben a témában. Ugyanis a párválasztás, a párkeresés, az nem, egyáltalán nem ott kezdődik, hogy húha, egyszer csak megjelenik bennünk a vágy, hogy úgy vágyom már egy társra. És akkor elkezdünk, nekiindulunk, hogy megkeressük a herceget vagy a hercegnőt. Ez nem itt kezdődik. Nagyon sokan persze csak ennyit csinálnak, de ez sokkal jobban meg kellene alapozni, és sokkal hamarabb kezdődik ez az egész. Fel kell tennünk azt a kérdést, hol is kezdődik, hogy miért akarunk egyáltalán mi párkapcsolatban élni. Mi a célunk azzal, hogy mi keresünk egy társat? És ez egy nagyon furcsa kérdésnek hangozhat. Hát ez olyan magától értetődő. Hát miért akarok? Hát mert akarok. Hát mert mindenki akar, meg mert mindenki családban akar élni, meg mindenki párkapcsolatban akar élni. De én azt gondolom, hogy az életben úgy lehetünk igazán sikeresek, úgy lehetünk boldogok, hogyha a legalapvetőbb, a legegyértelműbbnek tűnő kérdésekre rákérdezünk, vagy témákra rákérdezünk, hogy mit is akarok én egyáltalán azzal, hogy párkapcsolatban képzelem el az életemet. Egyetértünk szerintem abban, és nagyon sokat szoktunk erről is beszélni, szinte minden témánál előjön, hogyha az embernek nincsenek céljai az életében, akkor mennyire ki tud siklani. Unos-untalan szoktam idézni Szenekát, hogy semmilyen szél nem kedvez annak a hajónak, amelyik nem tudja, melyik kikötőbe tart. És olyan könnyű belátni, hogy egy cél nélküli élet csak sodródó élet lehet, mert nem tart sehova. De akkor miért lenne ez másképp a párválasztás területén, az életünk egyik legfontosabb döntésénél, miért ne tehetnénk fel azt a kérdést, hogy mi a célunk vele? És miért ne lehetnénk őszinték magunkkal? Tehát mi a célunk? Szórakozni akarunk? Szexet akarunk? Vagy egy társat akarunk az életben? Egy olyan embert akarunk magunk mellé, akinek támasza tudunk lenni, és aki nekünk is a támasza tud lenni, és vele akarjuk leélni az egész életünket? De ezekre a kérdésekre őszintén válaszolni kell, és egyáltalán fel kell tenni, és szembe kell vele nézni, és ez az előadás, ez azoknak szól, akik a legutóbbi csoportba tartoznak.
akiknek az a célja a párkereséssel, hogy egy életre válasszanak párt. Akik nem csak szórakozni, nem csak az időt akarják elütni, nem csak a szexualitásukat akarják kiélni, hanem ennél azért komolyabban gondolkoznak, vagy állnak ehhez a témához. De ha ez meg is van, még akkor is fel kell tennünk a kérdést. Akkor sem kerülhetjük ki a kérdést, hogy de miért is? Miért is akarok? Mert erre a válaszra, hogyha én ezt most megkérdezném, én egyébként ezt teszteltem, én csináltam, hogy megkérdeztem embereket, fiatalokat, időseket, akik párkeresésben voltak, hogy de miért akartok párt? És hát a legtöbb válasz, 90% fölötti arányjal a klasszikus válaszok, boldog akarok lenni, akarok egy támaszt az életembe, könnyebb ketten, mint együtt, és a többi, és a többi, és a többi. De ha, és ezek természetes igények, én nem azt mondom, hogy ezeket tagadjuk le, vagy ez nem helyes, dehogy nem, hát ezek természetes igények. De ha valaki csak eddig jut a párkapcsolat keresésben, ha valaki csak idáig jut a gondolkodásban, hogy én ezért akarok párt, hogy nekem jó legyen, akkor az még egy nagyon sekélyes önismeretről szól, ugyanis ez egy nagyon önző nézőpont, vagy ez egy nagyon önző szempont. Hát milyen dolog az, hogy én csak elvárok egy kapcsolattól, és nem fogok beleadni? Hát ez garantálja a kudarcot. Garantál egy nem egyenrangú kapcsolatot. És abból soha nem lesz egy nem egyenrangúságon, egy nem kölcsönösségen alapuló kapcsolat, az soha nem lehet. Soha nem lehet teljesen boldog, nem lesz igazán meghitt, nem lesz igazán intim, mert az egyik fél uralkodni fog a másikon. Tehát még itt is fel kell ezt a kérdést tennünk, hogy mit is akarok ezzel, és hogy jön ehhez az önismeret, hogy ezzel kezdődik. Hol maradnak például azok a kérdések? Hogy? Alkalmas vagyok rá? Tehát felteszem-e én a párkapcsolat keresésben legelső kérdésként ezt? Alkalmas vagyok rá? Megérettem rá? Vagy csak vágyaim vannak? Hol vannak azok a kérdések, hogy tudnék én is segítőtársa, támasza lenni a másiknak? Hol van az a kérdés, hogy van-e elég erőm, hogy felvállaljam a másik embert? Vagy még magamért sem tudom vállalni a felelősséget? Ezek mind nagyon komoly önismereti kérdések. Ezeket kell először kitisztázni, mert ha ezeket kitisztázta az ember az életében, akkor van esély arra, hogy a párkapcsolatát jól fogja tudni menedzselni. Mert egy nagyon nagy téveszme az, hogy keresem a másik felemet. Hogy majd két félből lesz egy egész. Ez az életben, a párválasztásban, az emberi kapcsolatban nem így működik. Ez úgy működik, hogy két egész emberből lesz egy új egység. De ha a felek, például ez is egy önismereti kérdés lehet, tudok-e egyedül boldog lenni? És ha nem tudok egyedül boldog lenni és megelégedett életet élni, akkor vajon nem fogok túlzottan függeni majd a társamtól, és ez nem lesz negatív kihatással a kapcsolatomra? Vagy csak odáig jutok, hogy én már annyira akarok társat, mert annyira szenvedek, hogy minden áron meg akarom minél hamarabb találni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és nyilván abba az irányba terelődik a gondolkodásunk is, vagy ez az egész előadás, hogy itt az érzelmek kontra gondolkodás körül fogunk egy kicsit körbenézni, hogy akkor hogy is van ez a párkeresésben. De egy pillanat erejéig, mielőtt ebben jobban elmélyednénk, még térjünk vissza oda, hogy ez az előadás tényleg csak azoknak szól, akik komolyan akarják venni egyáltalán a házasságnak az intézményét. Mert hogyha valaki csak szórakozni akar, hogyha valaki csak szexpartnert keres, annak nem az lesz a célja, hogy kiderüljön a kapcsolatban, vagy az ismerkedés, vagy az udvarlás alatt, hogy ilyen ósdi szavakkal éljek, hogy ő majd vajon hozzám illő lesz-e, és vajon majd le tudok-e élni vele egy életet. És hogyha így vagyunk, akkor azzal is fel kell készülnünk, hogy már-már maradinak fognak minket emiatt titulálni. Mert a mai világban nagyon kétes egyáltalán a házasságnak, meg a házasság intézményének a megítélése. Hadd utaljak egy nagyon friss élményemre. Pár nappal ezelőtt olvastam az Indexen egy cikket,
ami erről szólt, de egy nagyon jó korképet, egy nagyon jó korleletet adott a mai világ felfogásáról, nem csak egy egyedi cikk, ez nagyon sok cikkben megfogalmaznak hasonlókat. És az egyik fő következtetésem a szerzőnek az volt, hogy az ember az nem monogámiára teremtetett. És ahogy így olvastam, végigolvastam becsülettel ezt az egész írást, akkor úgy nagyon-nagyon felkavart engem ez az egész gondolatmenet, hogy nem monogámiára lett teremtve, és még olyan szépen tapasztalati történetekkel, meg tudományosan is igazolva lett, most így idézőjelbe teszem, igazolva lett az, hogy hát tényleg hát az ember, és hát különösen a férfi, hát nem monogámiára, ugye nem arra lett teremtve, hogy egyetlen nővel élje le az életét, hanem szüksége van arra, hogy néha kitekintsen, meg kipróbálja más hölgyekkel is a szexualitását. És tényleg nagyon felkavaró volt ez a történet, vagy ez az egész írás, mert rendben, tehát minden férfiban legyünk őszinték, még azoknak is, akik házasságban élnek, felmerülhet a gondolat, hogy milyen lenne a másikkal. Hát emberek vagyunk, a kísértéseknek a világában élünk, persze, hogy ez felmerülhet, de ugyanúgy egy nőben is. Tehát most itt nem kell csak a férfiakra kihegyezni ezt az egész történetet, és lehetnek tapasztalatok is erről, és vannak tudományos statisztikák, hogy ugye a vállásoknak az aránya az most már régen 50% fölött van, vannak olyan nyugati társadalmak, például Belgium, ahol 75%, és ezek mind-mind úgy tűnik, hogy azt látszanak igazolni, hogy hát ez a házasság intézmény ez nem működik, mert hogy nem így lettünk megteremtve. De nem tudom, hogy ezekből a tapasztalati, meg tudományos tézisekből miért azt a következtetést kell levonni, hogy az ember nem arra teremtett, hogy megtalálja azt az embert, akivel az egész életét le tudja élni. Mint hogyha, értitek, mint hogyha az lenne a természetes, hogy hát minden vágyunkat éljük ki. Mert ezt sugallja a cikk, ezt sugallják ezek a gondolatok, csak nagyon alattomos módon, és nagyon rafinált módon, mint hogyha ez lenne a természetes, hogy nekünk ki kell élni a vágyainkat. Miért? Mik vagyunk? Állatok? Akik nem tudnak uralkodni az ösztöneiken? Hát az embert pont ez különbözteti meg az állatvilágtól, hogy tud uralkodni az érzésein, és tud uralkodni az ösztöneiken. Az ember nem állat. Hanem igenis a vágyainak tud nemet parancsolni. Tehát én ezért voltam annyira felháborodva ezen, mert hogyha ezt a logikát követjük, akkor igazából legyünk következetesek, és mondjuk azt, hogy rendben, akkor az ember arra teremtetett, hogy drogozzon, hogy igyon, hogy ordibáljon a másikkal, mert éppen úgy tartja kedve, meg arra van vágya. Ha következetesek akarunk lenni, akkor ezt is tegyük mellé, és ne csak a házasság intézményét támadjuk meg ilyen áltudományos maszlaggal, meg a szabadság leple alatt igazoljuk, hogy kiéljük a vágyainkat. Na ezért nagyon veszélyes ez a fajta gondolkodás, és oda vezet, hogy már sajnáljuk magunkat, hogy szerencsétlen férfiak. Hát a házasság intézménye közé zárattak, és hát nekik azon a szabályokon belül kell élni, és hogyha nem élhetik ki a vágyaikat, akkor frusztráltak lesznek. Jaj! De komolyan, mert ez ide vezet. És akkor utána ez lesz a minta, ez lesz az alapelve, ez lesz a mérce, és akkor az egész társadalmat áthatja, ezek a nem látható lelki folyamatok áthatják, és akkor odaérkezünk, hogy ami jól működhetne, azt elvetjük. És valami olyat a helyére rakunk a szabadság leple alatt, ami pont az okozza a frusztrációt és ezt az egész őrületet, amit látunk, holott megoldható lenne az egész annyival, hogyha egy kicsit ezt a fogyasztói mentalitást, ezt így félre tudnánk tenni, meg ha uralkodni tudnánk a vágyaikon. De hogy ne csak személyes érzelmekből beszéljek, érintve vagyok ebben a dologban, azért vagyok talán egy kicsit hevesebb a kelletténél, de hogyha tudományhoz fordulunk, akkor is beigazolódik ez a dolog, mert ott van például a nagyon híres májvacukor kísérlet, ezt szerintem sokan ismeritek, ezt a Stanfordi Egyetemen csinálták egy pár évtizeddel ezelőtt, és az volt a kísérlet lényege, gyermekeket vontak be a kísérletbe, és leraktak egy májvacukrot eléjük.
és több 10 gyermek volt, vett részt ebben a kísérletben, leraktak eléjük egy kis cukorkát, és azt mondta a kísérlet vezetője, hogyha kibírjátok, hogy amíg eljövök, elmegyek, és visszajövök, nem eszitek meg a cukorkát, akkor 2 fogtok kapni. De ha mire visszajövök, és megeszitek, akkor nem kaptok többet. A legtöbb gyerek, ahogy elment a felügyelő, azonnal megette a cukorkát. Voltak, akik küzdöttek, és csak később ették meg a cukorkát, és kevesen, de voltak, akik kibírták, és mire visszajött a kísérletvezető, nem nyúltak hozzá, és ők megkapták a 2 cukorkát. És a kísérlet akkor vált nagyon híressé, amikor után követték ezeket az embereket. És a 20-as éveikben megnézték, hogy hova jutottak, és azok, akik gyermekkorukban már uralkodni tudtak az étvágyukon, sokkal magasabb pozícióban, magasabb átlagkeresettel, sokkal stabilabb és boldogabb párkapcsolatban élték az életüket, mint azok, akik nem tudtak már gyermekkorukban sem uralkodni. Tehát, hogyha a tudományt állítom szembe a tudománnyal, akkor is igazolódik az, hogy az önuralom kifizetődő. Az önuralom kifizetődő. Még akkor is, hogyha nagyon önző szempontból közelítek az önuralomhoz. Még akkor is kifizetődő ez a dolog. 2 megjegyzés még, hogy ahogy hirdettem ezt az alkalmat, mindig beszoktam azt kapcsolni, hogy lehessen hozzászólni, lehessen kérdéseket feltenni. Sokat gondolkoztam róla, hogy ki kéne kapcsolni, mert általában őrületesen nagy butaságokat szoktak ilyenkor írni azok, akik nem tudom, nincs jobb dolguk és frusztrációjukat így vezetik le. De most kivételesen egyébként jól jött, mert 2 olyan hozzászólás volt, ami mind a kettő szintén egy kor tünetet mutat nekünk. Az egyik hozzászólás az volt, hogy ugyan már ne gondolkozz, csak csináld. Ne gondolkozz, csak csináld. A párválasztás nem kell gondolkozni. Félre lehet tenni a józan eszet, csináld. A másik meg az volt, hogy a párválasztásnak nincsen pszichológiája, csak biológiája van. Vonzalom van. Tehát mind a kettő arról szól, hogy a józan észt, meg a gondolkodást azt messze űzzük, amikor párválasztásról van szó, és az érzelmeket, a szenvedélyét, az érzelgőséget, a romantikát, ezeket tegyük a helyébe. Ne gondolkodj, csak csináljál érzésből mindent. Hát, hadd olvassak fel egy rövid idézetet egy keresztény írónőtől, Ellen White Boldog Otthon című könyvéből, aki a következőt mondja, és azt hiszem, hogy nem nehéz belátni, hogy milyen veszélyes, hogyha a gondolkodást száműzzük. Szóval senki sem tudja annyira elrontani egy nő boldogságát és hasznosságát, vagy teheti életét szívszaggató teherré, mint saját férje. És század résznyire sem tudja más lehűteni egy férfi reményeit és törekvéseit, megbénítani erőit és tönkretenni befolyását és kilátásait, mint saját felesége. Azt hiszem, nem kell kommentár a történethez, és szerintem, ha körbenézünk jól a környezetünkben, akkor megláthatjuk azt, hogy a házasság mekkora átok tud lenni, hogyha a párválasztásnál nem figyelünk oda, és csak érzelmekre alapozunk. Olyan kedves, olyan aranyos is. Majd még beszélni fogunk erről. Nem űzhetjük. Ha valaki ezt fontosnak tartja, ha valaki felelősségteljesen éli az életét, és gondol nem csak a saját jövőjére, hanem a másik jövőjére, sőt, az esetlegesen felnövekvő gyermekek a következő generációnak a jövőjére, az nem űzi a gondolkodást távol, amikor párválasztásról van szó, és persze nem szabad átesni a ló másik oldalára sem. Tehát nem lehet a párválasztást érzelmek nélkül végigcsinálni, nem erről beszélek. Ne úgy közelítsük meg a párválasztást, mint egy matematikai képletet, vagy egy egyenletet, amit nekünk meg kell oldani, és akkor felsorolom, hogy igen, ilyen tulajdonságai vannak, ezek nem jók, és akkor a végén kijön valami, és mint egy robot érzelmek nélkül. Ezt nyilván nem lehet végigcsinálni, de érzitek, hogy a kettő között, a két véglet között van egy
van egy határ, vagy van egy középút, ami mentén ezt űzhetjük, és ez nagyon személyes, ezt nem lehet sablonokba, képletekbe odaadni az embereknek, hogy na, így kell csinálni. Mert hogy vannak érzelmek is, meg van tudatosság is, de mindig marad a párválasztásban egy titokzatosság. Erre a titokzatosságra egyébként hadd utaljak, a Bibliának a példabeszédek könyvében, a 30. fejezetében van egy nagyon találó idézet erre vonatkozólag, hogy milyen titokzatos is tud maradni, bármennyit beszélünk róla, bármennyire próbáljuk felállítani az alapelveket, és ezekkel fontos is foglalkozni, de mindig marad egy kis titokzatosság a dologban, ami nehézé teszi a gyakorlatot. Mert rendben lefektetjük, hogy kell a gondolkodás is. De hát szerintem azért a legtöbben tudjuk, hogy milyen az, amikor jön a rózsaszín köd, és elborítja az agyadat. Na akkor legyél észnél, és... Tehát nem egyszerű, de szükséges. És azt mondja itt a példabeszédek 30.18.19, hogy a három megfoghatatlan előttem, és a négy dolgot nem tudom. A keselyűnek útját az égben, a kígyónak útját a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengeren, és a férfiúnak útját a leányzóval. És a férfiúnak útját a leányzóval. Tehát, hogy a legbölcsebb emberek is őszintén és alázattal azt mondják, hogy nem tudom. Nem tudom, mert mindig van benne egy olyan, nincsenek általános szabályok, hogyha te ezt így fogod csinálni, akkor biztos, hogy stabil és jó kapcsolatban fogod élni az életedet, és a kapcsolatodat, a leendő házasságodat. De hogy mi a veszélye még annak, hogyha az érzelmek felé tolódik el a párválasztásban a megélése ennek az egész helyzetnek. Az érzelmek túlfűtöttségében hajlamos az ember, és hajlamosak vagyunk földhöz ragadt szempontoknak nevezni a realitást, és a reális dolgokat, amiknek valós következményei lesznek az életünkben. Mik ezek? És itt utalnék néhány gondolatra, amiben az első sorozatban volt szó egy-két előadásban. Például, jól tud-e bánni a másik a pénzzel? Fontos szempont, hogy jól tud-e bánni a pénzzel? Vagy mit ért el eddig az életében? Mit ért el? Mert hogyha értitek, tehát lehet az, hogy valaki 30 évesen kezdi el keresni a párját. Akkor azért ez egy reális kérdés, nem? Hogyha egy hasonló korút keres, ért már el valamit az életében? Mert ha nem... Nem, minthogyha megítélnénk emiatt. De azért az egy nagy felkiáltó jel legyen egy nőnek, hogyha 30 évesen még semmit nem tud felmutatni a férfi. Azért az árulkodó, hogy... És azért mondom, hogy ez mindig titokzatos, mert vannak kivételek, mert lehet, hogy egy vállalkozó, aki éppen mindenét elveszített, de aztán talpra áll. Tehát alaposan meg kell vizsgálni, de ezeket nem mondhatjuk, hogy fú, én most annyira szerelmes vagyok, hagyjál már az ilyen szempontokat, mit számít, szeretjük egymást. Ugye? Gyakori ez a gondolat, meg ez az érzés. Vagy hogy hogyan bánik például nők, hogy megfigyeljük-e, hogy hogyan bánik az anyukájával a leendőbelénk. Mert rettenetesen keserű tud lenni az a pillanat később, amikor hozzámentek ehhez a valakihez, abba hagyja az udvarlást, ahogy megköttetett a házasság, és akkor ott álltok, hogy közönösen viszonyul hozzátok a férjetek, nem foglalkozik veletek, pedig voltak árulkodó jelek. Voltak árulkodó jelek, hogy hogyan bánt mondjuk az anyukájával. De nem akartunk róla tudomást venni, mert akkora a szerelem, és majd miattam megváltozik, mert az anyja nem is szereti őt, de én szeretem őt, és majd miattam meg fog változni. Na ezt a gondolatot, kedves hölgyek, felejtsétek el. Nem fog miattatok megváltozni a másik. Túl nagy, ez egy orosz rulett, hogyha ebbe a gondolatba belementek, és ezt beemelitek a párválasztásotokba, hogy majd miattatok. Nem fog. Nem fog megváltozni. 99%-ban nem változik meg, és ahhoz túl fontos döntés, és túl nagy a kockázat és tét, hogy ebbe az irányba, vagy hogy ezt tényleg komolyan gondolja valaki. De
mondhatom a férfiaknak is egy másik példát, tud-e háztartást vezetni? Földhöz ragadt szempontnám, ugyan már? De nagyon keserű pillanat lesz az, amikor rádöbbensz, hogy még egy rántottát sem tud összedobni. És amikor majd minden nap fizeted a pizzát, akkor majd eszedbe jut, hogy fú, erre oda kellett volna figyelnem. És más az, hogyha még fiatal és nincs benne gyakorlata, de van benne hajlandóság. Mutat erre hajlandóságot. Meg más az, amikor látszik, hogy ő ezzel az egésszel nem akar foglalkozni, mert ő egy emancipált nő. Ő nem csinálja. Földhöz ragadt szempontoknak mondhatjuk ezeket, de elképesztően fontos, mert nagyon komoly következményei lehetnek. És az is egy ilyen furcsa ellentmondást is vélhetünk felfedezni, mert hogyha valami fontos döntés előtt álltunk az életünkbe, vagy vizsgára készültök, vagy egy vállalkozást akartok indítani, vagy munkahelyet akartok váltani, vagy nem tudom, autót akartok venni, teljesen mindegy, de egy fontos döntés előtt álltok. Hát nem de megtervezitek? Nem de minden eshetőséget mérlegre tesztek? Nem, de megvizsgáljátok a pró és kontra érveket? Hát ilyenkor az ember nagyon odafigyel, és nagyon megvizsgálja pont azért, mert tudja, hogy milyen fontos döntés előtt áll. Miért van az, hogy a párválasztásnál meg az van, hogy hagyjon engem békén mindenki, ez az én életem, te már idős vagy, igen, a te korodban úgy működött, ki se kérjük az idősebbeknek a tanácsát, meg mások tanácsát se, mert ez az én életem, és én majd tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Miért van ez? Miért van ez, hogy minden fontos döntésben mérlegelünk, kivéve a párválasztásban nem? Hogy pont a párválasztásban nem kérjük ki a szüleinknek a tanácsát, nem vagy a barátainknak, vagy valami idősebb, tapasztaltabb embernek a tanácsát, vagy mérlegre helyeznénk dolgokat, nem azért, mint hogyha másoknak kellene helyettünk dönteni, szó sincs róla. De azért tanácsokat, szempontokat, ha nyitott se vagyok rá, majd én jól tudom. Hát látszódik, hogy mennyire tudják az emberek, úgy, hogy 10-ből 6 házasság válással végződik. Ennyire tudják jól. Ezért kell beszélni róla, mert nem csak a te életed, hanem nagyon sok másik ember élete is. Életének a minősége múlik ezen. Néhány, egy-két olyan párválasztási módra hadd utaljak még, ami véleményem szerint abszolút nélkülözi a józan gondolkodást, és épp az ilyen mérlegelést, és egy picit, nem is picit, de hogy közvetetten az érzelmekre appellál. Nagyon sok hollapot, nagyon sok szakkönyvet olvastam a témában, és az egyik nagyon furcsa módja a párválasztásnak, amikor valaki horoszkóp alapján választ párt. Hihetetlenül elterjedt. Hihetetlenül elterjedt. Hadd olvassak egy mondatot. Ha tudni szeretnéd, összeilletek-e a pároddal, ne csak a születési dátumát kérdezz meg, hanem percre pontos idejét is. Az aszcendens ugyanis sokkal többet elárul arról, jó párost alkottok-e. És rendben, valaki hisz ebben, tiszteletben tartjuk. De az én kérdésem csak az, hogy rendben, ez egy hitvilág, és valaki ebben hisz, de azért a józan észt miért kell kidobni az ablakon? Tehát most komolyan, hát most elképzeljük a szituációt, hogy ott vagyunk egy ismerkedésen. És az az első kérdésünk, hogy mikor születtél, de nem elég a dátum, hanem a perce pontos idejét is mondd meg, és akkor megmondja, és akkor várjál, mert most ellenőrzöm. És akkor ellenőrzöm, nem vagyunk összeillők. Értitek, hogy mi a bajom vele, és anélkül, hogy gúnyolódnék meg, hogy bántani akarnék valakit, mert aki hisz benne, annak ez releváns. Ugyanúgy, mint ahogy neked meg nekem releváns, amiben én hiszek. Csak azért mégis van egy közös platform. Mégis van egy olyan mérce, amihez lehetne azért igazodni, amit a józan ész meg a lelkiismeret diktál.
Én csak ennyit teszek fel kérdésként, hogy ne üzzük már a gondolkodást, meg a józanészt valahova nagyon, nagyon messzire. És tudjátok, a horoszkópnak egyébként az az óriási nagy cselfogása, hogy őrületesen nagy általánosságokat fogalmaz meg. És hogyha valaki végigolvassa az összes jegynek a leírását, akkor azt fogja találni, én most megtettem, azt fogja találni, hogy mindegyik illik rá. Pont azért, mert hihetetlen nagy általános emberi igazságokat, meg lelki folyamatokat, meg mechanizmusokat fogalmaz meg, amik mindenkire igaz. Hadd hozzak egy példát, ki az, aki iker? Vannak itt ikrek? Nincs, mindegy. Mindegy, akármit hozhattam volna egyébként. Figyeljetek! Kapcsolataiddal azonosítod magad, mert arra vágysz, hogy te és a társad egyek legyetek. Ki az, aki nem? Alapvető önbizalomhiányod miatt állandó megerősítésre van szükséged. Ez a függőség általában kihozza partneredből a nyers erőt. Tudattalan mazohizmusod, döntésképtelenséged miatt gyakran nem lépsz ki a már kihűlt, megromlott kapcsolatból. Meg kell tanulnod egyensúlyt teremteni az önfeláldozás és az önérvényesítés között. Fel kell ismerned, mikor kell vezetni, követni, megosztani. Ki az, akire ezek gondolatok nem érvényesek? Én azt tapasztaltam, hogy mindegyikben találtam olyan gondolatot, minden leírásnál, ami érvényes volt, de mindegyikben találtam olyat is, ami nem. Mert nyilván nem tudja személyesen megmondani nekem, hogy mi a jó. Ezért általánosít, és hát abban lesz sok, ami eltalál, meg lesz olyan, ami nem. Ami meg nem talál, hát ez van, azzal ne foglalkozzunk. De az, ami talál, az megérint érzelmileg, és akkor ez alapján. És még egyszer visszatérek oda, hogy igen, aki ebben hisz, annak ez releváns, de amikor azt látom, hogy keresztény emberek is horoszkóp alapján akarnak párt választani, akkor azért már úgy kétségbe esek. Különösen hadd olvassak egyikét, a Jeremiás könyve 10. fejezet első, második versét, hogy ez tényleg egy kicsit értetlenül állok a jelenség előtt. Jeremiás 10:1-2 azt mondja, halljátok meg a szót, amit az Úr szól nektek, Izrael háza. Ezt mondja az Úr, a pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Az egész fejezet erről szól, hogy az ilyen jellegű tanácskérés, vagy hogy az életünket ilyen alapokra helyezzük, ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. De van ennek egy folyamánya is, vagy egy folytatása, és itt megint szeretnék idézni, hogy nem csak a horoszkóp esik ebbe a kategóriába, hanem a hasonló ezotérikus eszközök vagy módszerek is. Következőt olvasom. A párválasztás előtt dönthetünk auránk kielemzése mellett, mivel nem csak meglévő párkapcsolatok esetében dönthető el általa, hogy összeillik-e a két fél, hanem akár már kezdetektől fogva, akár tudatosan is választhatunk partnert az aura elemzésének a segítségével. Tehát megint ugyanoda lyukadunk, hogy az alapján fogok dönteni, hogy a másiknak lila, sárga vagy zöld az aurája, meg hogy az enyém milyen és melyik passzol. Elképesztő hitetés folyik a világban. Elképesztő stratégiák, meg lelki folyamatok állnak a háttérbe, amik mind arra irányulnak, hogy a gondolkodástól megfosztani, a józan észtől megfosztani az embereket. Ja, és nem mellékesen nem lesz ingyen egyébként az aura elemzés. Nem lesz ingyen. Ennek is utána néztem. Most nem akarok árakat mondani, nem lesz ingyen, csak ennyit szerettem volna. De aztán van még egy, és ez lesz az utolsó, amit mondok, személyiségtesztek alapján. És megint csak nem végletesen akarok beszélni, van tudományosság a személyiségtesztek a különböző személyiségtípusok mögött. Nem ez ellen akarok szólni. De amikor ez alapján akarok párt választani, hogy
te mondjuk, hogyha az MBTI, ami egyébként szerintem az egyik legtudományosabb és legkorrektebb személyiségtipológia, hogy te ESTP vagy én meg INFJ, és azok a kettő nem működik, tehát hogyha erre alapozunk, akkor megint kizártuk a gondolkodást. Én a feleségemmel egy hónappal a házasság előtt megcsináltuk ezt a személyiségtesztet, csak úgy érdekességképpen. Tökéletes ellentétei vagyunk egymásnak. Tehát én INFJ vagyok, ő meg ESTP. Tehát ennél szemben álló két személyiségjegy nem is lehetne. De attól, hogy más személyiségű a másik, az még nem azt jelenti, hogy nem vagytok egymáshoz illők, vagy nem lehettek egymáshoz illők, mert a személyiség egy dolog, meg az, hogy neked mi a gondolkodásod, meg mik az elveid, meg milyen irányba tartasz, az egy másik dolog. És megint csak tudományos kutatásokra hadd utaljak, hogy a tudományos kutatások jelentős része már réges-régen bebizonyította azt, hogy a legstabilabb, legboldogabb párkapcsolatok azok, ahol a felek minél több területen hasonlóképpen gondolkoznak, és hasonló irányba tartanak. És ez nem azt jelenti, hogy egyformák lettek, mert személyiségben, érzelmességben, nem tudom, indulatosságban, akármiben mások és különböznek vérmérsékletben. De hogy mik az alapok? Mire helyezem az életemet? Milyen irányba akarok tartani? Milyen gyermeknevelési elveket vallok? Milyen a hitem? Milyen a világnézetem? Minél több egyezőség van, annál stabilabb a párkapcsolat. És akkor jön megint ennek ellentételezésére a világi bölcsesség, az ellentétek vonzzák egymást. Igen, mondjuk egy rövid egy éjszakás kaland erejéig lehet. Csak a másik szívével és érzelmeivel való játék az súlyos bűncselekmény. A súlyos bűncselekmény. Nem lehet játszani a másik embernek a szívével és az érzéseivel. És ha én érzelmek felől közelítek, meg tárgyként kezelem a másikat, meg nem foglalkozok ezekkel a dolgokkal, hogy megismerjem önmagamat, meg időt szakítsak arra, hogy a másik megismerésén alapuljon már a döntésem. Ne azon, hogy milyen, hány óra, hány perckor született, meg milyen színű az aurája, meg... hanem hogy megismertem-e a másikat. Szántam-e rá annyi időt, hogy beszélgetek vele, és kiismerem, és megismerem, hogy hogyan gondolkozik, hogyan érez, és mérlegelek, hogy ez össze fog passzolni, nem fog összepasszolni. Ha ilyen marad, tudok kompromisszumot hozni, és le tudom vele úgy élni az életemet, hogyha nem fog változni, vagy nem. Ezeket a kérdéseket, józan paraszti ész, ilyen kérdéseket kellene feltennünk, pusztán gondolkodással, meg lelkiismeretességgel. Nem pedig ilyen furcsa eszközökhöz nyúlni. Ítéljétek meg ti, hogy mi kell a jó párválasztáshoz. Hogy tényleg dobjuk félre a gondolkodást? Tényleg hagyjuk ezt csak úgy ezért gondolkodás nélkül csak csináljuk? Vagy pedig igenis van ennek jelentőség, és van ennek szerepe, hogy leülök őszintén, leltárt készítek magamról, megvizsgálom a másikat, és közben nem folytom el az érzéseimet, hanem ha lehet, akkor szabad utat engedek neki, de közben meg uralkodok az olyan vágyaimon, amiknek még nem jött el az ideje. Ítélje meg mindenki saját maga, én nem akarok szájbarágós tanácsokat adni, mert ez mindenkinek a saját élete. Én csak felszínre akartam hozni, főleg ennek a tudatosságnak és az érzelmeknek a szembeállítását, és aztán mindenkire rábízom, hogy hogy fog dönteni, vagy hogyan fogja a párkapcsolatát, vagy a párkeresését megélni, de én arra bíztatok mindenkit, vagy azt javaslom mindenkinek, hogy ne nélkülözzük a tudatosságot és a gondolkodást. Én idáig szerettem volna eljutni a mai alkalommal, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Itt most le is zárnánk, de annyit engedjetek még meg, hogy nem soká itt a karácsony, azért öltöztem én is egy kicsit az ünnep hangulatához illően, hogy
egy-két dolgot ajánljak nektek, ha még nem sikerült megvásárolni a karácsonyi ajándékokat, akkor van itt egy-két témába vágó könyv. Egyébként nagyon sok CD-t meg könyvet is hoztam, ami a társkereséssel meg párválasztással foglalkozik. Ilyet is találtok itt. De amit kifejezetten ajánlok, mint karácsonyi ajándék, az például egy ilyen esti történetek gyerekeknek. Tehát, hogy olyan családban, ahol vannak gyerekek, ebben életben megtörtént aranyos és tanulságos történetek vannak leírva mese formában. Egy jó pár nagyon tanulságos mese van benne. Aztán új kiadást élt meg a Szeretet himnusza című kis könyv, ami a Biblia ugye egyik fejezete az 1 Korintus 13-nak a híres idézetei, hogy a szeretet soha el nem fogy, mindent elfedez, mindent remél. Ezeken a gondolatokon megy végig, és lefordítja a mai kornak, az emberének. Rengeteg versidézet van benne különböző nagy gondolkodóktól, ez is egy nagyon jó kis ajándék. Illetve még egy friss kiadvány, Reménység a veszteségben. Ezt azért ajánlom, ezt a könyvet, ezt egy lelkész írta, akinek nem egy könnyű élete volt, és legutóbbi nehéz esete az pont arról szólt, hogy háromszor vagy négyszer volt életmentő műtéten 3 héten belül. És azóta sem jött teljesen helyre, de ő írja le a személyes tapasztalatát arra a nagy kérdésre, hogyha van szenvedés, meg hogyha van Isten, miért van ennyi szenvedés? Meg miért van ennyi nyomor? És ő erre próbál nem dogmatikailag és nem teológiailag választ adni, hanem egy személyes történeten keresztül. És hát tudjuk, hogy így az ünnepek közelettével nagyon sokan magányban élnek, nagyon sokan küzdenek hasonló érzésekkel és gondolatokkal, úgyhogy ez is egy ilyen jó ajándék lehet. Nem akarok többet ajánlani. Úgyhogy itt befejeznénk. Köszönöm még egyszer a figyelmet.